Köszöntöm nézőinket! Szervezeti változás, vagy ha úgy tetszik, pályaváltás történik a jövő év elejétől a MÁV-nál. Vajon milyen szerepe lesz a jelenlegi pécsi területi igazgatóságnak? Az átalakulás jár-e majd létszámcsökkentéssel? Javul-e a társaság szolgáltatási színvonala? Egyebek mellett ezekről a kérdésekről is szót ejtünk mai műsorunkban, de természetesen foglalkozunk a december 15-én életbe lépő menetrendváltozással és a jövő évi fejlesztésekkel is. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Süle Ferenc urat, a MÁV RT területi igazgatóságának igazgatóját, illetve Báranovics Bélánét, a MÁV RT személyszállítási szakigazgatóságának regionális osztályvezetőjét. Köszönöm, hogy eljöttek és vállalkoztak arra, hogy vállalkozzanak a mi kérdéseinkre, és a nézők kérdéseire is természetesen, hiszen ezúttal is kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Nézőinket tehát ismét arra buzdítom, telefonáljanak, kérdezzenek velünk, üzenjenek vendégeinknek, számaink ismertek, hívhatják a 72-es körzet szám után az 510 008-as vagy 510 009-es telefonokat, illetve SMS-t is küldhetnek a 30-as körzet 30 30 140-es telefonszámra. Szerkesztjük együtt a műsort. Hölgyem, uram, talán kezdjük azzal, hogy az államvasút működését ugye többször átszervezték az elmúlt évtizedekben. A még nem is olyan öregek erre igen jól emlékeznek. Ezúttal a jövő évben mi fog változni? Hát először is azt kell elmondanom, hogy ez a változás már évekkel ezelőtt előkészítést nyert, hogy most január 1-ével tudjuk meg fog valósulni. Végülis nem akarom mutatni a nézőket, de annyit el kell mondani, hogy ez nem magyarországi jelenség, hanem egész európai. Általában az a gond, hogy minden állami vasút támogatásra szorul, és az állam elégedetlen a vasúttársaságokkal, hogy pazarolnak, és szeretné látni tisztán, hogy a pénzek hová folynak, hol folynak el. Ezért a MÁV RT-nél január 1-től 4 üzletág fog alakulni, személyszállítási, áruforozási, vontatási gépészeti és az infrastruktúra üzletág. Ez az infrastruktúra üzletág magába foglalja a pálya, híd, távközlés, villamos felsővezeték, biztosító berendezés és a forgalomirányítást is. Tehát ez lesz a legnagyobb üzletág. Ebből az állam azt mondta, hogy 2 üzletágnak non-profit jellegűnek kellene a személyszállításnak, mivel a menetrendet az állam rendeli meg, és a támogatást mondjuk a MÁV RT-n keresztül az utasoknak így biztosítja, és az infrastruktúrát szintén az állam finanszírozza, ezek a non-profit szervezetek, és 2 profit érdekes szervezet lesz az áruforzás és a vontatás gépészet. Tehát ez a lényege, hogy átlátható gazdaságirányítási rendszere legyen, minden üzletág, bevétel és költség érdekelt lesz ebben a rendszerben. De nem lesznek külön társaságok, csak belső számvitelen keresztül működik ez a társaság. Most nem kell félni a dolgozóknak, tehát most jövő évben létszámcsökkentés, központi létszámcsökkentés biztos, hogy nem lesz. Azt szoktuk mondani, hogy mindenki ott fog dolgozni, ahogy az elmúlt évben. Legfeljebb a főnöke változik, és ha kicsit cinikus lennék, akkor lehet, hogy van, aki örül is ennek. Nyilván bizonyos szakterületeknek eddig is kialakultak a szakértői, tehát őket ostobaság lenne is más helyre ültetni. Akkor ezek szerint az átalakítás, ha én jól értem, arról szól, hogy a MÁV-nak, mint állami vállalatnak, illetve az államnak a viszonya tisztázottabb, áttekinthetőbbé válik, ami vélhetőleg azért valamilyen köze van az Európai Uniós csatlakozásunkhoz is. Természetesen, tehát ez az európai irányelveknek is megfelelő ez a változás, tehát ez, de a lényege az, hogy átlátható legyen az állam és a MÁV viszonya. Egy szóval a MÁV szeretné látni, hogy az állam szeretné látni, hogy az általa befektetett pénz mire fordítódik, és önöknek ezzel el kell innen kezdve számolni, és ezért ez a 4 üzletág. 2-nek kell ugye ezek szerint non-profitnak lennie, amelyiknek nem kell, tehát amelynek hasznot kell hoznia, azok jelen pillanatban hoznak-e hasznot? Hát az igazság, hogy mivel eddig nem voltak költségérzékenyek, és a MÁV-nál ezek nem voltak tisztán láthatóak, hogy mi a költségük és mi a bevételük, ezért nagyon nehéz megmondani. Mi azt mondjuk most, és nem vagyunk meggyőződve teljesen, például az áruforozás, ami sokáig a személyszállítás keresztfinanszírozását látta el a nyerességével, most azt mutatjuk ki, hogy az áruforozás is veszteséges, de én ezt biztosan nem tudnám most állítani, mert a jelenlegi elszállási rendszerből ez nem mutatható. Hát ezek eddig egységesen voltak, unblock voltak kezelve, hogyha leválasztódik a többi funkciót, akkor ez reméljük, hogy tisztán látod. Térjünk vissza a szűkebb környezetünkbe. A pályaváltás után milyen szerep jut az eddigi
területi igazgatóságoknak? Jelesül például itt a miénknek. A területi igazgatóságok, hogy milyen szerepet fognak látni, azt a jövő év első negyedébe fogjuk pontosan tisztázni. Tehát egy biztos, hogy egy regionális szerepkör lesz, de ennek a súlya, a hatásköre, kompetenciája ma még teljesen nem tisztázott. Most én azt nyitok el mondani, hogy pont holnap után Szegeden a MÁV RT igazgatóságának elnökével területi igazgatók együtt fogunk tárgyalni, hogy milyen legyen ennek a kompetenciája. Az igazgatóság ugye jelenleg megközelítőleg 7500 dolgozót foglalkoztat. Azt már ön mondta, hogy senkinek nem kell féltenie az állását. Létszámcsökkentéssel akkor ezek szerint nem fog járni. A funkciók... 2003-ban. Igen. A funkciók ilyetén szétválasztása viszont elképzelhető, hogy létszám igényt fog generálni. Tehát több alkalmazottra, több dolgozóra lesz szüksége a MÁV-nak. Hát most azt mondom, hogy nem lesz konkrét létszámterve a MÁV-nak, mint eddig a fűnyíró elven minden évben 1-2,5% közötti létszámcsökkentés volt. Tehát ezután csak az eredmény számít, tehát ha az eredmények nőnek, akkor sor kerülhet létszámnövekedésre is. Amikor ugye eredményekről beszélünk, akkor konkrét forintosítható profitról beszélünk, ahogy ön is fogalmazott, de vajon észre fogja ezt venni az utazó közönség? Tehát azért a szónak abban a remesebb értelmében is eredményeket kell produkálni egy ilyen cégnek, hogy a szolgáltatás színvonalában érezhető változást, javulást érezzen az utas. Hát az igazság, hogy mindent elkövetünk azért, de be kell vannunk nagyon nagy a technikai elmaradottságunk. Megint nagy számokat fogok mondani, és ezek megint nem bizonyíthatóak, de kb. 1000 milliárd forint a MÁV RT-nek az a belső adóssága, ami a technikai felszereltségben jelentkezik. Ez a pálya és a járművek terén kb. Ekkora az adóssága. Most ez 1000 milliárd belső adósság állományt nagyon rövid idő alatt nem lehet pótolni. Hát ez végig gondolni sem. A legnagyobb gondunk most, hogy a személyszállítási osztályvezető asszony mellettem, én most is állítom, hogy a legnagyobb gondunk a személykocsik terén van, a legnagyobb elmaradottságunk, nagyobb, mint a pályában a vontató járműben. Lesz is fejlesztés ezen a téren, tehát annyit tudok mondani, a közeljövőben 100 darab új Intercity kocsi beszerzésére kerül sor. De hát el kell mondani, hogy egy darab Intercity kocsi ára 280 millió forint, tehát ez a 100 kocsi, ez 28 milliárd forint. 13 darab Siemens motorvonat beszerzésére kerül sor, és 40 darab orosz motorkocsi beszerzésére kerül sor. És még ehhez is hozzá kell tenni, ez még csepp a tengerbe. Tehát ez kicsit tűzoltás jellegű lesz még. Még azt sem tudom állítani, ez pont a mi régiónkban fog megjelenni, de hát azt úgy szoktam fogalmazni, hogyha a hálózaton megjelennek az új járművek, akkor nekünk is jut azért valamennyi belőle. Nézői kérdésünk érkezett a 20-as körzet 929-1588-ról kérdezi nézőnk. A lebontott felüljáró után a megyeri átjárót is tönkretették, mikor építenek. Így a kérdés. Hát ez az infrastruktúrális üzletághoz vonatkozik. Hát egy párszor már sikerült nekem az önkormányzat vezetőivel itt ebbe a stúdióba erről csevegni a felüljáróról. Meg azt tudom mondani, hogy sinem van a felüljáró kérdése, tehát a tervei elkészülnek EHO végére, utána egy engedélyezési eljárás következik, és utána a következő közbeszerzési eljárás után, hát legkorábban jövő tavasszal, tavasz nyár elején kezdődhet a felüljáró építés, és hát ennek a építési ideje azért nem olyan hosszú, tehát jövő év végére várható is, hogy meg is épül a felüljáró. Ez vasszerkezetes lesz? Mint ez egy, nem egy üvegcső, mint ami tervezve volt korábban, hanem egy hagyományos vasszerkezetű felüljáró lesz, körülbelül a régi helyén fog megépülni. Természetesen azokat a követelményeket ki kell elégíteni, az esélyegyenlőséget, tehát a mozgáskorlátozottaknak a feljutását lifttel meg kell oldani, tehát ezek megoldottak lesznek. Megváltozott a koncepció is, most mi leszünk a beruházók és az önkormányzat lesz a támogató, a régi rendszerbehez fordítva volt, bízom benne, hogy megvalósul. Telefonszámaink változatlanul 510 008, illetve 510 009, illetve van egy SMS számunk, itt véleményeket küldhetnek. A vendégeinknek a 30-as körzet után a 30-30-140-es számon tehetik ezt meg, és tegyék is meg. Mi pedig térjünk át egy másik témára, ami bizonyára
nem keveseket érint, főleg így, hát közeledve az ünnepekhez. Ismét menetrendváltozásról el kell beszélnünk, és ezúttal december 15-én fog életbe lépni az új menetrend. Mi indokolta ezt? Így van, ez az első olyan menetrendváltozásunk, ami nem a nyári menetrendváltozással függ össze, hanem december 15-én a nemzetközi menetrendváltozáshoz igazodóan fog megtörténni. Az ez évi menetrendváltozásban a területünket érintően lényeges változások nem történtek. Egyet szeretnék azonban megemlíteni, ami IC vonatot érint, méghozzá Pécsről reggel eddig 6 óra 15-kor induló IC vonatunk menetrendváltozástól, tehát december 15-től 6 óra 10-kor fog indulni. Ugyanilyen 5 perccel előbb így van, úgyhogy aki utolsó pillanatban szokott jönni, annak szeretném a figyelmébe ajánlani ezt a változást, hogy nem maradjon. Másodszorra mindenki el szokta érni egyébként. Hát reméljük, hogy nem lesznek olyanok, akik lekésik ezt a vonatot. Továbbra is közlekedtetjük ugyanolyan feltételekkel a reggel 6 óra 55 perckor induló, Pécsről induló Intercity Rapid jellegű vonatunkat, ami sajnos ebben a menetrendben sem valósult meg, hogy valódi Intercity Rapid legyen, pont a már említett eszközhiány miatt, viszont változatlanul megállás nélkül fog közlekedni Pécs és Budapest között. Pontosítsuk ezt a fogalmat gyorsan, mert bizonyára nem csak én nem tudom, mit jelent ez az Intercity Rapid. Illetve hát a szó jelentését értem, de nyilván ez egy szakkifejezés. Előző menetrendben már felvetődött, hogy Pécs és Budapest között forgalomba állításra kerül az Intercity Rapid vonat, ami tulajdonképpen egy magasabb szintű szolgáltatást nyújtott volna az utazó közönség részére, illetve megállás nélkül közlekedett volna Pécs és Budapest között. Ez már az elmúlt menetrendi időszakban is már említett eszközhiány miatt nem valósult meg, és ebben a menetrendi időszakban sem sikerült ezt teljes mértékben forgalomba állítanunk, ezért továbbra is csak a rapid jellegről beszélhetünk, és igazándiból annyit jelent, hogy valóban megállás nélkül közlekedik, ebből adódóan rövidebb menettartammal, mint a Intercity vonataink. Engedje meg nekem, hogy félbeszakítson, de a következő nézői kérdésünk, észrevételünk éppen a menetrendhez vág. Az egy szentlőrinci nézőnk kérdezi, miszerint várható-e, hogy szombatonként Pécsről 19 óra 50 után is indul vonat Szentlőrincre? A menetrendváltozást megelőzően az önkormányzatokkal egyeztetéseket folytattunk. Ezek az egyeztetések már megtörténtek, úgyhogy a december 15-i menetrendváltozást illetően további módosításra most nincs lehetőség. Az ezzel kapcsolatos igényeket esetleg egy következő menetrend módosításnál tudjuk figyelembe venni. Ismét nézői kérdés érkezett, és hát sajnos, hála Istennek, érkeznek ezek, és műsorunk hagyományai a szíven. Ilyenkor a gondolatmenetet, ha meg nem is szakítva, de kicsit félretéve ezzel foglalkozunk, Cseke Géza kérdezi, késő esti órákban miért nem indul Intercity járat Budapestről Pécsre? Indul Intercity vonat 16 óra 45-kor, illetve 19 óra 30-kor. A késő esti órákat kérdezte nézőnk, tehát gondolom, hogy ő 10 óra utáni időpontra gondol. Postavonat. Postavonat, illetve a másik, ami gondot szokott okozni, hogy a meglehetősen későn érkezne ez a vonat akkor Pécsre, és itt Pécsről viszont nincsen eljutási lehetőség autóbusszal. Ez sokszor gondot okoz, hogyha valamelyik utolsó vonatunk, vagy utolsó előtti vonatunk késve érkezik meg Pécs állomásra, akkor bizony az autóbuszos csatlakozásnál adódnak gondok. Gondolom, hogy itt a távolsági autóbusz. Távolsági is, és a helyi autóbusznál is. Hát itt még a városon belül azért el lehet ballagni, de hogyha valaki például Rovaniemi lakik, akkor azért kellemetlen a szituáció a hajnali kettőkor. Ha nem zavartuk nagyon össze a nézőkkel együtt, akkor kérem, hogy innen folytassuk a bajt. Tehát egy hozzáfűzésem meg lenne, tehát egy késő esti vonatnak olyan kicsi lenne a kihasználtsága, hogy az előbbi állam-áv kapcsolatba sem férez bele, hogy egy kihasználatlan vonatot az állam finanszírozzon. Tehát azért ahhoz egy utasközönség nagyság is kell, és ez viszont nincs meg a felméréseink szerint. Így van. Osztályvezető asszony, akkor kérem, miután bizonyára belefolytattuk ezt a szót, akkor kérem folytassa. Tehát akkor menetrendváltozáshoz kapcsolódóan mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elárusítható menetrendek az utazóközönség részére rendelkezésre álljanak. Ezek egy héttel legalább a menetrendváltozás előtt az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kijelölt nagyállomások elővételi pénztáraiban, illetve információs helyein megvásárolhatók. Illetőleg a Pécs városában, a Jókai út 4 szám alatti menetjegy irodában is árusítani fogjuk ezeket.
Változás történt a menetrendnek a megjelenésébe, szerkezeti felépítését illetően, ugyanis a január 1-től várható tarifa változásnak a mértékében még döntés nem született. Ezért nem tartottuk szerencsésnek, hogy utólag kellett tulajdonképpen módosítani ezeket a részeket, ezért az ezzel kapcsolatos, tarifával kapcsolatos díjtáblázatok, illetőleg a kedvezményekkel kapcsolatos leszabályozások, azoknak egy kivonata, az egy külön kis füzetecskébe kerül meghirdetésre, és ezt az utazóközönség részére díjmentesen kívánjuk biztosítani. A menetrend az viszont előbb kézbefogható lesz már? Így van, az menetrendváltozás előtt már mindenféleképpen rendelkezésre áll, illetve megvásárolható lesz. Ennek a várható költsége 900 forint körül lesz, végleges döntés még ebben a témában nem született. Van, és ez a kis betét füzetke pedig, ami a tarifatáblázatot tartalmazza, ez pedig... Az pedig díjmentesen fogjuk az utazóközönség részére rendelkezésre bocsátani. Ennek a várható megjelenése viszont csak december végén, illetve január első hetében várható. Javul-e majd a szolgáltatás színvonala? Ezek szerint hát azt azért nagy jóstejtség nem kell ahhoz, hogy áremelkedésről kell majd beszélnünk január 1-től, aztán majd a mérték ennek kiderül, de javul-e a szolgáltatás színvonala is ezzel? És itt gondoljunk például a menetidőkre is. Ami ugye nagyon összetett kérdés, mert függ egyrészt a simpályától is, meg még nagyon sok mindentől. Hát ha én válaszolok erre a kérdésre, akkor azt kell mondanom, hogy az új menetrendben még nem. Tehát nem voltak olyan változások az elmúlt években, ami lehetővé tenné, tehát a sebességnövelkedést. Mi nagyon örülünk annak, hogy megbízhatóan tartani tudjuk azt az elért eredményt, az egy nagy eredmény, mert ha valaki emlékszik, a Mecsek Express annak idején körülbelül 3 óra alatt tette meg a utat Budapest és Pécs között, és ma ez 2:30 a rapid jellegűnél, és hát 2:40 az IC vonatoknál, tehát azért ez egy lényeges javulás. Nekünk nagy siker az is, hogy ezt a színvonalat most tartani tudjuk. Természetesen a célunk az, hogy a jövőben azért ez emelkedjen. Hát ez a pályák állapotát is javítani kell, és természetesen a járműveket. A lehetőség lenne, ha nagyon sok pénze lenne az államvasutaknak, vagy a magyar államnak, ugye most már vannak olyan vonatok, amelyekkel ezeken a hagyományos pályán is 30%-kal nagyobb sebességgel lehet közlekednek a billenőszekrényes vonatok, de hát én úgy vélem, hogy az az elmúlt időszakot figyelembe véve 10 éven belül nem valósul meg. Mire számíthatnak a kisebb településeken élők, akik mellékvonalakon utaznak? Illetve legyen ez egy globálisabb kérdés. Tehát önöknek nyilván van arra nézve is egy felmérésük, hogy kifejezetten a pályákat illetően, tehát a sineket illetőleg, mely területek szorulnának a leginkább felújításra, korszerűsítésre? Hát természetesen, hogy ebben mi tisztában vagyunk, és hát prioritásokat kell felállítanunk, és a prioritás a fővonal, tehát ezt nem titkoljuk, bármennyire is kellemetlen ez a mellékvonalon élőknek, hogy a prioritás a fővonal, mert a forgalom legnagyobb része azért ott bonyolódik le. 100 éves sineken járunk például Középrigóc és Harkányfürdő között, vagy több mint 100 éves sineken. Tehát egyértelmű, hogy itt ez rászorulna a felújításra, de a kormányzat sem ígér ennél nagyobb támogatást, mint hogy a fővonalakra tudjunk fordítani a jövőben is. Nézői kérdésünk érkezett a 312-910-ről, kérdezik a Mohácsról 5:30-kor induló vonat zsúfoltságával kapcsolatosan, hogy nem lehetne több kocsival indítani ezt a járatot. Itt már említésre került, hogy az eszközparkunk igen korlátozott számban áll rendelkezésre. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a frekventált vonatainkon az utasáramlatnak megfelelő kocsiszámmal közlekedtessük a vonatainkat, de bizony ez néha akadályokba ütközik. Úgyhogy ígéretet tenni, hogy állandó jelleggel erősítő kocsikkal közlekedne ez a vonat, erre sajnos nem tudunk tenni ilyet. Esetenként, amennyiben rendelkezésre áll erősítő kocsi, akkor természetesen gondoskodunk arról, hogy megfelelő erősítéssel közlekedjen a vonat. Ez csak felvet bennem egy kérdés. Mi most itt gyakorlatilag azt csináljuk, hogy nézői ügyfél észrevételeket tolmácsolunk önök felé. Ezt nyilván az ügyfelek megteszik a mi közvetítésünk nélkül is. Milyen módon épülnek bele ezek az önök akár üzleti tervébe, akár több éves fejlesztési koncepcióiba? Beépülnek-e? Hogyan?
Hát természetesen beépülnek, tehát eleve van egy panaszfelvételi lehetőség, amit azt hiszem az utasaink nagyon jól ismernek. Hát ez is hierarchikus, tehát az alsó szinten, ha nem intéződik el a panasz, akkor el kell menni a következő szintre és a legfelső szintre, és azért ezeket mi gyűjtjük, tehát függetlenül, meg hát felméréseket is végzünk, tehát független a panaszoktól, tehát mi azért a szolgáltatásunk, a marketing keretén belül azért mérjük a szolgáltatásunk minőségét, és hát a fejlesztési igényeket természetesen továbbítjuk. Most a központi fejlesztési terve van a MÁV-nak, tehát regionális fejlesztési terve nincs, nem is lehet egy ilyen szervezetnek. Hát az előbb említett forráshiányok miatt, amit én elmondtam, hogy kb. 1000 milliárd az elmaradás, hát ez fokozatosan tud beépülni. Mikortól lehet majd bankkártyával fizetni a vasúton? Van már egy-két olyan szolgálati helyünk, ahol ezt a szolgáltatást bevezettük, de meglehetősen korlátozott számban, ugyanis ennek is további fejlesztések során valósulhat meg a bankkártyával való fizetés. Viszont itt szeretném akkor tájékoztatni a kedves utazóközönséget arról, hogy Budapesten november elején üzembe helyeztünk jegykiadó automatákat, amik ugyancsak 100 kilométeres távolságra szolgáltatnak ki menetjegyet, de mindenféle kedvezmény kiszolgáltatására lehetőséget biztosítanak, és ezek a jegykiadógépek már úgy kerültek kifejlesztésre, hogy bankkártya elfogadásra is lehetőséget biztosítanak. És számlát is adnak? Nem, számlát. De elszámolható bizonylatot? Igen, menetjegyet adnak, amennyiben valakinek külön készpénzfizetési számlára van szüksége, nekik viszont továbbra is a személypénztárban kell megváltani a menetjegyet. Ön említette a kedvezményeket, hadd kapcsolódjak ide még egy kérdéssel. Az eddig kialakított kedvezmény struktúra az ugye marad a továbbiakban is. Így van, ebbe változtatásokat, lényeges változtatásokat nem kívánunk eszközölni. Most január 1-től történt egy olyan irányú változás, ami a gyermekek utazásába hozott lényeges változást. Ugye eddig csak 4 éves korig utazhattak díjmentesen a gyerekek, január 1-től viszont 6 éves korig jogosultak a díjmentes utazásra. Újabb nézői kérdés, a sorompók mikor üzemelnek majd úgy, mint a fénysorompók? Érti ez alatt nézünk, hogy csak akkor legyen zárva, ha jön a vonat. Egy kicsit nehezen értette a kérdést, mert most is akkor vannak zárva, ha jön a vonat. Természetesen mondjuk a fénysorompók, tehát az automatika lehetővé teszi azt, hogy a leggyorsabb vonat érkezése előtt 20 másodperccel zár a sorompó. Most ez a kézi üzemeltetésűnél, ez bemért adat, tehát ez elfogadott, és így is működnek. Az ember vagy azt, hogy biztos, hogy szerencsés, hogy... A kézi sorompóknál viszont továbbra is még azon, hogy a vonat várható érkezése előtt 4 perccel kell lezárni. Én tudom, hogy a utasoknak, vagy az autóval utazóknak ez nagyon kellemetlen, ezért a fejlesztéseinknél azért a fénysorompósításban, talán Európában nagyon előkelő helyen állunk. Hát én azért azt mondom, inkább 4-5 perccel előtte legyen lecsukva az a sorompó, mint hogy véletlenül ne ereszkedjen le. Viszont beszéljünk a fejlesztésekről. A fejlesztések között figyelemre méltó, hogy mintegy 1 milliárd forintért felújítják a pécsi főpályaudvar épületét. Mire fog menni ez a pénz? Hogy fog megszépülni ez a már most csak csúnya épület? Hát nagyon szép, és ugye 100 éves a épületünk. Alapjában a külső jelleg nem fog változni az épületnek, hát egy külső tatarozást természetesen kap. Inkább, és hát a tetőszerkezetben mindenképpen fel kell újítani. Ami változás lesz, hogy funkcionálisan át fog alakulni, az utascsarnok csak utascsarnok lesz, tehát nem lesz jegypénztár, és a jelenlegi váróterem helyére fog kerülni a jegypénztár sor. Korszerű jegykiadó pénztárak lesznek, hát ilyen most már több helyen van a területünkön, mondjuk itt legközelebb Kaposváron. De a Balaton partján nagyon sok helyen ilyen holland rendszerű jegykiadó pénztárakat fogunk ide beépíteni. És hát természetesen a szolgáltatásokat is megpróbáljuk ebbe az épületbe összehozni. Most azért elég elszórtan vannak a szolgáltatásaink a szociális épületben és egyéb helyen. Tehát az utas kapcsolatok csak ebbe az épületbe fognak kialakulni.
És gondolom önök előtt is áll az a kihívás, hogy amióta informatika létezik, azóta folyamatosan ezzel lépést is kell tartani, és ezt infrastruktúrálisan is meg kell támasztani, például egy épületnél gondolom, hogy ilyen jellegű átalakítások is. Hát természetesen, hát ez már magával vonja azt, hogy én biztos vagyok benne, hogy akkor automatával ellátott jegykiadás is lesz. Mondjuk én szégyellem magam, hogy az összes élelmiszerüzletben, a pénztárgépeknél lehet számlát kapni, és mi még most a jegyek után kézzel írjuk ezeket a számlákat. Tehát van restanciánk, mi ezt elismerjük, de hát a szervezet nagysága miatt ez sajnos kicsit lassú. És hát azért addítsak egyet, mert itt csak a felvétel épületről volt szó, tehát most a napokban fogunk átadni Pécset egy 150 parkoló helyen rendelkező P plusz R parkolót, parkai és utas parkolót, amely természetesen díjmentes lesz, és bízom benne, hogy így nyugodtan hagyhatják ott az utazók az autójukat, és utazhatnak, és amikor visszaérnek, akkor az autójuk ott sértetlen várja. Ez hol lesz helyileg? Ez helyileg a postai parkoló és a vágányok között lesz, hát a lebontott raktársor helyén. Olyan szempontból is nagyon kedvező, mert ez az Intercity vonatainknak az indulás és érkezési helye mellett van, tehát viszonylag, aki előre megváltja a jegyét, az az autóból könnyen tud a vonatra felszállni, de megérkezéskor az autóba beszállni. Körülbelül hány autó fogott el? 150 autó. Hát ez már az állomás környékének rendezése ehhez tartozik, hiszen ott azért sokáig áldatlan állapotok uralkodtak ott az indóház részen, nem voltak éppen gépkocsi barát a talajviszony, de most akkor ez is rendeződni fog. Műsoridőnk lassan a végéhez közeledik. Stílszerűen hagyj kérdezem úgy, hogy önök szerint milyen pályán indult el, vagy indul el január 1-ével a MÁV? Hát én optimista vagyok, már alaptermészetemből fogva is. Tehát bízom abban, hogy ez, hogyha az állam tisztán látja, hogy a források nem a feneketlen zsákba kerülnek, hanem észszerűen lesznek felhasználva. Mert én azért vallom, hogy a szegénység az mindig pazarlásra is együtt jár, ez a magánéletre is igaz. Én bízom abban, hogyha a célok egyértelműen lesznek meghatározva, akkor elindul a MÁV egy olyan fejlődési úton, ami a szolgáltatási színvonalban fog megvalósulni. Aztán vezetőasszony, igazgató úr, köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltak és válaszoltak a kérdéseinkre, illetve a nézők kérdéseire. Nézőinknek pedig köszönöm az aktív részvételt, ezúttal is aktívak voltak, remélem minden felmerült problémára, észrevételre választ is kaptak. Ha nem, akkor pedig élnek azok az elérhetési lehetőségek, amiket vendégeink említettek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, a Pécs TV további műsoraihoz pedig kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra!